A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban ismét az egészségre fókuszálunk. Megnézzük, hogy mennyire népszerű manapság a mozgás, és egy fontos témáról is beszélgetünk, a koleszterinről. Tartsanak velünk! Sokan szeretnének formába lendülni a nyárra. Ráadásul az egészségtudatos életmód és a mozgás ma már egyre népszerűbb. Városunkban is számos lehetőséget találnak a mozogni vágyók. Ebben a konditeremben csütörtökön délelőtt jó néhányan edzettek. A tulajdonos azt mondja, itt mindig sokan vannak, naptól és napszaktól függetlenül. Mostanában nagyon népszerű és trendi lett a mozgás. Bár az ünnepek után köztudottan megjön az emberek kedve a sportoláshoz, a fehérvári edzőtermekben egészen nyárig minden nap sokan megfordulnak. A Covid óta egy óriási átalakulás történt véleményem szerint a felhasználók között, és az ő körükben, ugyanis azt tettük észre, hogy ez az időszak kitolódott, most már egészen a nyár közepi időszakig nagyon sokan vannak az edzőtermekben. Az egészségtudatosság előtérbe helyeződött, és rengeteg fiatalt látunk ezekben az időszakokban is, illetve összességében elmondható, hogy az ügyfélkör megváltozott, és jóval több fiatal látogat edzőtermekbe, ami úgy gondolom mindenképp egy pozitív változás az elmúlt évekhez képest. Januárban mondjuk mondhatom, hogy tavasz időszakig egész nap, egész héten nagyon sokan vannak, de nyilván vannak ezek a standard hétfő, szerda, péntek délutánok, amik a szokásos teltházas időszakok, de azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja azt az idősávot, amikor nyugodtan tud edzeni. A fehérvári konditermek a csoportos óráktól kezdve a személyi edzővel végzett speciális edzéseken keresztül a gyógytornán át számos lehetőséget kínálnak a sportolni vágyóknak. Sokan az ünnepek alatt felszedett kilóktól szeretnének ilyenkor megszabadulni, de ma már nem csak emiatt szeretnek mozogni. Azonban fontos tudni azt is, hogy eredményeket nem szabad azonnal várni. A Covid alatti bezárás azt gondolom, hogy sokak fejébe egy változást eredményezett, és ahogy már említettem is, az egészségtudatosság került előtérbe, és mellette pedig azt látom, hogy trendi lett az edzés, középiskolás korban már sokan eljárnak edzeni, és nem is feltétlen itt a testépítés van előtérbe helyezve, csak simán a közösségi mozgás, edzés, egy jó szórakozás. Azok a sztereotípiák, hogy karácsonykor sokat ettem, és én majd lemozgom egy hónap alatt, az nyilván nem fog működni. Alapvetően egy életmód váltásra, egy felfogásbeli váltásra van szükség, és azt gondolom, hogy ezt nem lehet hetekbe, hónapokba kifejezni, ez egy felfogásbeli különbség a korábbiakhoz képest. Egyébként ebben nagyon sok segítséget kaphatnak itt városszinten is a sportolni vágyók, életmódklubok, életmódváltó klubok indulnak, így nálunk is egyébként van egy ilyen kezdeményezés, ahol egészen az edzés alapjaitól, a táplálkozáson át, ha szükség van rá, orvosi háttér segítségével egy komplex képet kaphatnak arról, hogy honnan, hova szeretnének eljutni. A szakember azt tanácsolja, ha valaki most szeretne elkezdeni mozogni, mindenképpen javasolt eleinte személyi edző segítségét kérni. Egyrészt azért, hogy kontroll alatt legyen a mozgása, másrészt pedig fontos, hogy mindenki elsajátítsa a gépek helyes használatát. Heti 2-3 alkalom edzés már többet ér, mint az otthoni, kényelmes tévézés a kanapén. A mozgás az csak egy kulcsa az egészhez, tehát én is szoktam mondani a vendégeimnek, hogy a hűtőszekrényetekbe nem látok be.
a mozgás az mondjuk, ha heti háromszor jár egy órában, az 3 óra. De az étkezés ennél sokkal több. Úgyhogy mindenképp ott kell elkezdeni. A mozgás mellé egy kulcs ahhoz, hogy elérje azt a dolgot, amit szeretne. Vannak, akik fogyni szeretnének, én leginkább fitten tartani szerettem a vendégeimet, hozzám leginkább azért járnak, formálódni, esetleg néha van, aki hízni szeretne, mármint izmosodni. Aki teljesen kezdő, mindenképpen javasolnék mellé egy személyedzőt, ha nem is rendszeresen, de kontroll alatt legyen a mozgása. Bedő Zsófia hozzátette, még most sem késő elkezdeni, hogy nyárra formába lendüljünk. Ugyanakkor az energiaárak robbanása miatt a konditermekben is emelkedtek az árak, de még mindig elérhető áron sportolhatnak azok, akik szeretnének odafigyelni a testükre és egészségükre. Van olyan, hogy jó koleszterin, és van olyan, hogy rossz. Most akkor mi a helyzet? Melyik a jó? Itt van velünk a stúdióban Mosolygó Éva háziorvos állandó szakértőnk, akivel egy kicsit helyre tesszük ezt a dolgot, és szerintem eloszlatjuk talán a tévhiteket. Elmondom laikusként azt, hogy nekem mi van a fejemben a nagy semmin kívül, mert hát szerintem sokan nem tudunk erről. Azt tudjuk, hogy a koleszterin nem rossz, vagyis nem jó, hogyha magas, mert hogy az különféle betegségekhez, érelmeszesedéshez, stb. Vezet. De ugye vannak tévhitek is, elég sokan boncolgatják ezt a témát, mert hogy lehet, hogy azt lehet mondani, hogy egyénre szabottan talán. Úgyhogy majd ebben fogsz engem kiegészíteni. Köszönöm, hogy itt vagy újra. Azért nagyon fontos beszélnünk a koleszterinről, mert mindannyian sokáig akarunk élni. És amikor fiatalok vagyunk, meg amikor középkorúak vagyunk, nem sokat gondolkodunk ezen, és szeretném, ha ez másként lenne, mert hogy a koleszterin, ez csak fél válasz a kérdésedre, egy nagyon alattomos dolog, mert ha valakinek magas a koleszterinje, akkor az nem fáj. És kegyetlen dolog ilyet mondani, de olyan jó lenne, ha fájna. Mert akkor felhívná a figyelmét, és mindenki sokkal nagyobb elánnal igyekezne rendezni ezt. Amikor a tünetet okoz, egy idő múlva már okoz tünetet, de akkor meg már késő. És akkor már, amikor kialakulnak következményei, és megmutatja magát tünetekkel, akkor már nagyfokú érelmeszesedés szokott előfordulni, azt szokta okozni. Szóval, ezzel már mondtam is, hogy a fő baj, hogy a magas koleszterin miatt van elsősorban érelmeszesedés, ami a daganatos betegségeket kivéve a halmazból a leggyakoribb halálokhoz vezet. A sztrókok, az infarktusok, a szervelégtelenségek érelmeszesedésen keresztül jönnek létre. Tehát, ha valamit akarunk az életünkön javítani, sokáig élni, akkor fiatalkortól kezdve ellenőriztetnünk kell a koleszterin szintünket és az összes vérzsír szintünket, akkor erről majd beszélünk picit, és rendezni, és úgy élni, hogy ez folyamatosan jó legyen, és ne legyen az a fölösleg a vérben, ami aztán lerakódik az érfalba. Azt jól tudod, hogy jó és rossz koleszterin, ez egy, most már kicsit a köztudatban is benne van, mert ugye egyébként a koleszterinre nagy szükségünk van. Az a jó része, hogyha bekerül a sejtbe, az egy nagyon jó energiaforrás. Nagyon sok mindennek alkotója a szervezetünkben, sejtfalban a membránnak is része, hormonoknak nagyon fontos alkotó eleme. Van egy csomó jó tulajdonsága, tehát kell, hogy legyen, kell, hogy hozzájussunk koleszterinhez, termeli a májunk, illetve egy részét a táplálékkal visszük be. Alapvetően nincs ezzel baj, akkor van baj, hogyha túl magas a szintje a vérben, és az a fölösleg lipoproteinek formájában kering a vérben, mert hogy a fő baj az vele, hogy nem vízoldékony. És ilyen más anyaggal összekapcsolódva lipoproteinként kering a vérben, és ami, ha ez egy magas szintet elér, akkor az az érfalba lerakódik, és aztán az megkeményed ásványanyagokkal kemény plakokat okoz. Ez elkezdődik fiatal felnőtt korban, és megy előre-előre. Tehát valahol be kell avatkoznunk, ha sokáig akarunk élni, és nem akarjuk, hogy szervelégtelenségek jönjenek létre. Tehát akkor ugye azt nyilván sokan tudják, hogy ez vérvizsgálat alapján lehet ugye ezt megmérni, és akkor van egy ilyen HDL és LDL szint, amit ugye sokan így bogóznak, hogy akkor az most micsoda, meg hogy van, az egyik a rossz, a másik a jó. Vannak ilyen értékek, hogy... És akkor hívják a háziorvost, hogy sok a csillag. Uh-huh.
Most már olyan komplikált, olyan részletgazdag, úgy hívjuk, hogy a koleszterin státusznak az elemzése, hogy nagyon nehéz ezt betegként követni. Ezért én azt tanácsolom, összkoleszterin szint, LDL szint, ezt hívjuk rossz koleszterinnek, van egy VLDL, azt nem minden labor csinálja, ez a very high density lipoprotein, és van high density lipoprotein, a HDL, azt hívjuk jó koleszterinnek, mert az nem lerakódik, hanem a szállítja a májba a koleszterint. Annak, ha egy fölötti a szintje, az a jó, minél magasabb legyen, az a jó. A többi faktornak különösen detektálni különösen az LDL koleszterin szintet, vagy az összes nem HDL zsírszinteket követjük és figyeljük az idő alakulásával, de szóval elég bonyolult ezt ellenőrizni és értékelni, és finom beavatkozásokat igényel, meg a triglicerid szintet is nézzük, ugyanis más a gyógyszere, csak most előre szaladok a kezelésben, ha a HDL magas, ha az LDL magas, ha a triglicerid magas, másféle gyógyszert adunk rá, és másfélével tudjuk csökkenteni normál szintre, illetve a HDL-t nem kell, azt biztatni kell. És ugye van ez az összkoleszterin szint. Igen, az önmagában még nem elég informatív. Ha a teljes vérzsírszintet nézzük, akkor nem tudunk eleget, nem tudjuk, hogy mit kell csinálni, ezért részletes koleszterin panelt szoktunk nézni, ami tartalmaz a trigliceridet, LDL-t, HDL-t, és kérjünk segítséget a háziorvostól, hogy ahogyan mondtad, személyre szabottan mondja el nekünk, hogy mivel van itt probléma, és hogyan tudok ezen változtatni. Igen, mert egyébként én biztos azért is van ez, mert laikus vagyok, hogy én nem régóta hallok ilyet, hogy jó meg rossz koleszterin szint, de ez nem jelenti azt, hogy nem volt ilyen régen, csak lehet, hogy egyszerűbben alaposabb. Nem volt ilyen régen, ez nem egy régi tudomány, úgyhogy az észlelésed az helyes. Uh-huh. Egy ideje tudjuk már, de mondjuk a nagyszülők idejében nem volt még. Uh-huh. És hát szokták is azt mondani, hogy jaj, ugyan már nem kell azt annyira komolyan venni, hogy milyen, mert hogy ő férfi, ő nő, ő ennyi kiló, ő annyi, tehát hogy ezt lehet egyénre szabottan is nézni. Viszont érdekes, hogy én nem tudom, mennyire emlékszel, egyszer beszélgettünk arról, hogy nekem is volt egy ilyen vizsgálatom, és akkor az volt, hogy az összkoleszterinem egy picikét emelkedettebb volt, viszont a jó része az meg kiugróan magas volt, és erre azt mondta nekem egy orvos, hogy akkor itt nem kell figyelembe venni az összkoleszterin magasságát, mert hogy akkor ez teljesen jó. Igen, egyetértek vele. Ezért mondom, hogy nagyon kifinomultan, egyénre szabottan az összes eredményt figyelembe véve tudunk tanácsot adni, és nem csak egyszeri tanácsot adni, hanem követni, követni, követni. És innentől kezdve nem is szabad, hogy elengedjék a kezedet, mert ez rendszeresen ellenőrzésre szorul. Ha valakinek minden értéke jó, akkor ezt el kell kezdeni fiatal felnőtt korban. Ha valakinek minden értéke jó, akkor maximum 5 évente ellenőrizni kell. Ha bármivel gondban, ha kicsike is, ha nem is írunk gyógyszert, csak életmódbeli tanácsokat adunk, akkor azért évente ellenőrizni kell, hogy finoman és hamar be tudjunk avatkozni, hogy ne sokáig éljen, senki se éljen sokáig magas koleszterinnel, mert nem látunk bele, de tudjuk biztosan, hogy a magas koleszterin, a lipoproteinek rakódnak az érfalban. És ez a folyamatnak a lényege, amiért öregszünk, és amiért öregszenek a szerveink, és amiért szűkülnek az erek, egyre kevesebb oxigént kapnak, és egyre kevésbé jól jutnak a tápanyagokhoz, az anyagcsere kárára, és ezért a szervek egyre kevésbé tudnak jól dolgozni, ha pedig hirtelen egy szűk ér elzáródik, az ott lévő kis plakban egy bevérzés történik, megsérül, hirtelen elzáródik az ér, ez leggyakrabban a szív saját ereiben, a koszorús erekben történik, akkor az maga a szívinfarktus. Vagy hogyha az agynak az artériáiban történik, hogy ezek a meszes plakkok közül valami megsérül, bevérzik, vagy eléri a szűkület azt a fokot, hogy bezáródik az az ér, akkor az egy stroke, és az elhalással jár, attól függően, hogy hol van és mekkora, akár azonnali halállal jár. Szóval nem szabad, hogy idáig eljusson a folyamat, és bármilyen furcsa, amikor egy sztrókos katasztrófát észlelünk, akkor abból a mi számunkra az a tanulság, vagy hallunk valakinél, hogy én nem. Én okosan fogom csinálni, és az egészségtudatosság, az egészségkultúra lényege ez, hogy mindent átgondolva, tudatosan szabjuk, viselkedjünk úgy a tekintetben, hogy ne legyen magas a vérzsírszintünk. Most egy picit már azért egy-két betegséget akkor említettünk ezzel kapcsolatban, de mégis mi történhet? Most rosszakat is mondtál, de még esetleg vannak olyan betegségek, amikhez vezethet így konkrétan az, hogyha valakinek magas állandóan a
koleszterin szint? Ez a folyamat, hogyha állandóan magas a koleszterin szint, akkor az azt jelenti, hogy minden érben, minden artériában rakódik le. Ezt egy nagyon csúnya hasonlat, de ezt szoktam használni, és meg is értik a betegeim, hogy úgy képzeljék el, mint ahogyan a szennyvíz csatornában, hogyha a szennyvíznek az összetétele nagyon zsíros, akkor az kicsapódik az oldalfalára, és bármilyen csúnyán mondom, gyakorlatilag ez történik, hogy az ereink, az artériaink, ami viszi az oxigéndús, tápanyag gazdag vért, azok szűkülnek be, és egyre kevésbé látják el a feladatukat, és az egész szervezetünk károsodik. Az már persze egyéni kérdés, hogy kinek milyen mértékben. A magas koleszterin hátterében az esetek kis százalékában van egy genetikai rossz adottság. Emögött egy autoszomálisan dominánsan öröklődő defekt van, mert az LDL receptorok, amik be tudna menni ez a rossz koleszterin a sejtbe, és fel tudna használódni, azoknak a receptoroknak a hiánya vagy rossz funkciója kötött genetikailag öröklődhet. És minden esetre, mivel nem történik sorban genetikai vizsgálat minden embernél, ha valaki úgy tudja, ezt is érdemes végig gondolni, felhívom a figyelmet az egészségkultúrára, hogy a felmenőim között ki miben halt meg, vagy milyen betegségektől szenvedtek, azt érdemes tudni, mert hogyha valaki hallja, hogy sztrókban, infarktusban kiderül, hogy ilyen érhetér, vagy levágták a lábát, érszükület miatt műtéte volt valakinek, akkor különösen nagy figyelemmel kell fordulni a saját vérzsírértékünkre. Szóval nincs olyan szervünk, aminek ne ártana ez. Most egyrészt akkor ez az egyik a genetika. De ugye nyilván vannak ehhez a koleszterin megemelkedéséhez vezető mondjuk életmódbeli vagy táplálkozásbeli hibák. És az esetek zömében ez áll a háttérben. Mozgásszegény életmód és rossz táplálkozás. És akkor, ha már a magas vérzsír, ha már az okoknál járunk, illetve betegségek, amik sajnos hajlamosítanak és segítik ezt a magas vérzsírszintet, ilyen-olyan módon, tipikusan a pajzsmirigy alulműködés, a cukorbetegség, egyéb vesebetegség, amik ebben a körforgásban szerepet játszanak, nem érdemes ilyen molekuláris szintre lemenni, hogy hogyan, de ezekben a betegségekben különösen fontos erre is odafigyelni, mert együtt szoktak járni magas vérzsírszintekkel. De minden esetre ugyanúgy kell viselkedni, és ugyanazt kell tenni, változtatni, hogyha erre fény derül, akár betegségek kapcsán, más betegségek kapcsán, mozgásszegény életmód, túlzott kalóriabevitel kapcsán, akár egy genetikai adottság miatt. És egyébként vannak olyan táplálékok, kimondottan, amik mondjuk, ha azt mondom, hogy zsíros ételek, vagy stb., amiket mondtál, egészségtelen ételek, hogy meg tudjuk esetleg nevezni azt, hogy mi az, amitől a koleszterin szint növekedhet? És most már akkor ott is járunk, hogy mit tegyünk akkor, hogyha magas a koleszterin. Az étrendünkben, az étrendünk összeállítása is nagyon fontos, meg a rendszere is. Az étrendünk az zsírszegény, és rostgazdag kell, hogy legyen. A rostok sok szempontból fontosak, a vérzsír szempontjából is fontosak, meg a beleink egészsége a bélmozgás szempontjából is fontosak. És a zsírtartalom, a szalonna, a sertés zsír az egyértelműen, ezek a telített zsírsavak. Úgy mondom, és ennek szépen utána lehet nézni a neten, nem mindennek, ennek igen, hogy mik tartalmaznak telített zsírsavakat, de hát a békön, a sertészsír, a szalonna, a tojássárgája, bár nem tiltott a tojás, csak a túl nagy mennyiség tiltott. És a telítetlen zsírsavakban gazdag ételeket kell inkább előnybe részesíteni, az az olívaolaj, a növényolajok, de nem minden növényolaj, és a margarin sem, mert az transz zsírsavakat tartalmaz, és az egyáltalán nem egészséges. Minden esetre az étrendünk rostgazdag, zsírszegény legyen. Ezt körülbelül úgy tudom összefoglalni, amiről már másik betegségek kapcsán beszéltünk is, hogy a mediterrán étrend. Minden tányéron legyen zöldség, és minden napunkban legyen gyümölcs. Nem az összes nehéz köret és húsétel és kövérhúsos, szalonnás, zsíros ételek mellett, hanem ha sok zöldséget és gyümölcsöt eszünk, akkor kevesebbet a kevésbé egészséges ételektől. Nem kell száműzni és nem szenvedni, csak okosan összeállítani. És naponta 4-szer kell lenni, és kötelező a reggeli, nagyon sok szempontból, nem szokás miatt, nem csak azért, hogy a gyereket ne engedjük el éhesen, mert akkor
energiaszegény módon szegény így lankadni fog a figyelme az iskolában, hanem egyszerűen azért, mert a napi kalória mennyiséget szépen egyenletesen elosztva kell bevinni. És akkor van idő és lehetőség a szervezetünknek ezt szépen feldolgozni. Azért is nagyon fontos. 4-szer étkezés, reggeli kötelező, és a vacsora az a lefekvés előtt 2 órával van legkésőbb. Szóval, hogy ezek a rendszerek szépen legyenek meg az életünkben. Mert aki 4-szer eszik, az nem éhezik meg olyan nagyon, hogy farkasítvágya legyen, és akkor könnyebb tartani egy szép rendet az étkezésünkben. És most óriási felkiáltójelet szeretnék tenni. Mozgás, mozgás, mozgás. Hetente 5-ször 30 perc. Akinek magas a vérzsírja, hihetetlen hatékonyságú. A 3 sportág, ami egyébként bizonyítottan a leginkább csökkenti a vérzsírt, az a futás, az úszás és a kerékpározás. De ezeket nem versenyszerűen kell, és nem is kell mindent. Egy ütemes, erős, érobb mozgás, gyaloglás, 30 perc gyaloglás, közben lehet mindenfélét nézegetni, ami mellett még tudunk beszélgetni, de ami jó ütemes, nem egy lassú, meg megállós, kirakat nézős stílusú, hanem egy ütemes gyaloglás. Látványosan, nagyon szépen. Én a betegeimnek szoktam időt hagyni, bizonyítékokat várunk, hogy csak mozgás, hogy más nem változtatunk odafigyelő étrend mellett, hogy kezdjen el mozogni. Olyan szépen jönnek a labor eredmények, gyönyörűen, bizonyítottan. Nagyon-nagyon fontos. 3 gyógyszerek. De erről szintén azért nem akarok beszélni, mert bonyolult, többféle gyógyszercsoport van, elég, ha az orvosunk tudja, úgyis a felírásában a házi orvoshoz kell fordulni, vagy lipidológushoz. Lipidológusnak hívjuk azt a belgyógyászt, aki különösen szakértője a vérzsírszinteknek, és az ezzel kapcsolatos betegségeknek és szükleteknek. Tehát gyógyszerek és alkohol, dohányzás elhagyás. Alkoholmérséklés kulturált szintre, és dohányzás elhagyás. Ezek a fő pillérei, amit tegyek feladatnak. És hogyha mondjuk betartja az illető, akkor lehet, hogy mondjuk kordában lehet ezt úgy tartani, hogy tényleg soha semmilyen gyógyszerre nem lesz szüksége? Van olyan szint, de ha a genetikai hajlam van, az ritkán érjük el, de ha időben felfedezzük, és sikerül az életmódba egy jó étrendet betenni. Azért nem mondom, hogy diéta, mert meg szoktak érni a betegek, hogy éhezni kell. Nem kell éhezni, hanem okosan kell csinálni. És aki megtapasztalja, az valóban nem szenved. Szóval tudunk úgy étkezni, hogy együnk finomakat, élvezzük az étkezést, nagyon fontos örömforrás, és ne vigyünk be olyan mennyiségű telített zsírsavat, ami már a kárunkban van, és ott kering a vérünkben, hanem egyenletesen elosztva, és csak olyan mennyiséget, amit fel tudunk dolgozni, amit tudunk jól használni. És igen, lehet eredményeket elérni. Ez már egyéni, követni kell, és szorosan együttműködni a házi orvossal. Akkor most egy mondatban foglaljuk össze itt a végén, hogy mi az, amit fontos tudnunk erről a témáról, mi az, amit fontos megszívlelni azoknak, akiknek esetleg hajlamuk van erre, vagy már a labor eredményeken látszik, hogy esetleg oda kell figyelni. Egy nagyon fontos, van egy olyan tévhit, hogy nem akar az ember, most nemrég is hallottam, hogy sokan nem akarnak gyógyszert szedni, mert azt hiszik, hogy akkor életük végéig gyógyszerre szorulnak. Egyébként valószínű, hogy igen. De azért végigélni egy életet egy leendő érszűkülettel és folyamatosan lerakódó vérzsírral, akkor nem azért, mert a gyógyszerhez hozzászokás jelenség van, nincsen, hanem azért, mert sajnos nagyon gyakran élete végéig gyógyszerszerésre szorul, de tovább fog élni, és nem lesznek szűkek az erei, nem lesznek szívinfarktus, sztrókos történetei. Fokhagyma tévhit. Nem bizonyosodott be. Történt most a Stanford Egyetem csinált nagyon nagy esetszámút, nem bizonyítódott be a fokhagymának az érvédő koleszterin csökkentő hatása. Vagy kémiai módszerrel kimutatható egy benne lévő anyagnak a koleszterin csökkentő hatása, de a gyakorlatban sokkal bonyolultabb folyamat, nem lehet kivédeni, nem lehet lecserélni fokhagymára ezeket a gyógyszereket. Záró üzenet. Üzenem a nőknek. Nagyon fontos szerepük van ebben. Még ha ez kegyetlenségnek is számít, hogy a nőket szólítom meg, a nők vásárolnak be, a nők teszik az ételt az asztalra, és leginkább a minta, amit a gyerekeink felé mutatunk, az az, amire anya szoktat. Mert azok a gyermekek, akik csak az édes kakaót isszák meg, ott az anyuka adja a kezükben kicsikorban a nagyon édes dolgokat, és utána nem szeretik a kevésbé édes dolgokat. Vagy a nagyon fűszeres, és ez érvényes, a nagyon zsíros étrendösszeállításra is, az anyáknak, a nőknek, a feleségeknek, a nőknek
óriási szerepe van, nagyon jót tudnak tenni, ha körülöttük élő szeretteiket ilyen ezzel is óvva bocsátják ki az életbe, egy megfelelő étrendhez szoktatva. Megfontolandó mindenképpen, amit most mondtál, mert erre szerintem nagyon sokszor nem gondolunk, amikor bevásárolunk például. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Remélem, hogy a hölgyek is akkor megszívlelik Mosolygó Éva háziorvos vendégünk tanácsait, és hát természetesen mindenki. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer, és várunk máskor is egy hasonló témában. Köszönöm szépen. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.